A világjárvány és a trianoni diktatúra száz éves évfordulójának összekapcsolódása arra emlékeztet minket, hogy a próbatételek nem történetiek, hanem itt vannak minden nap velünk, mondta nyitóüzenetében Orbán Viktor. A magyar kormányhő szerint az összetartozás nem csak a történelmi múlthoz, hanem a jelen és a jövőhöz is köt bennünket. Ez a járvány próbatétel volt abból a szempontból is, hogy mennyire igaz, az a megnyugtató szívből jövő és őszinte kívánságunk, hogy bár a történelmi Magyarországot sok darabba vágták, mi magyarok valójában mégis összetartozunk. Az év bebizonyította, hogy ez nem csak egy történeti, nem csak egy szellemi gondolat vagy előföltevés, hanem húsvér valóság. Ez az év és a világjárvány bebizonyította, hogy mi magyarok valóban összetartozunk. Semmilyen Zsolt, magyar miniszterelnök helyettes hangsúlyozta. Magyarország nemzetpolitikája négy alappillére nyugszik. Ezek egyike az identitásfejlesztés, amely a külhoni magyarok identitásának megőrzését szolgálja. Olyan programok tartoznak ebbe, mint a határtalanul, a szülőföldön magyarul vagy a Petőfi Sándor program. Semmilyen hozzátette, ezek költségvetési támogatása az elmúlt tíz évben megtízszereződött. Az identitásfejlesztés mellett fontos a gazdaságfejlesztés jelentősége is, ami nagy eredménye a nemzetpolitikának tette hozzá. Ezért pusztán önmagában az identitás támogatás nem tudja megőrizni határon túli magyarságot a szülőföldjén, hogyha anyagilag nem tud megélni. Ezért értelmes és kulcsfontosságú dolog az egyébként soha nem látott összegű gazdaságfejlesztés biztosítása. A harmadik pillér pedig a határon túli magyar politikai pártoknak, etnikai alapú politikai pártoknak és szervezeteknek a támogatása. Negyedik alappillérként a honosítást nevezte meg semmilyen Zsolt, aki kiemelte, több mint 1,1 millió nemzettársunknak tette lehetővé a teljes jogú magyar állampolgárság megszerzését. Előadásában Potápi Árpád János átfogóan mutatta be azokat a sikereket, melyek a határon túli területeken és a diaszporában megvalósultak, mint a sport, a kultúra, a gazdaság, vagy az oktatás szintjén. A nemzetpolitikai államtitkár arról beszélt, hogy a 2021-es év a nemzeti újrakezdésével lesz. Sok mindenről kell beszélni, amikor újrakezdésről beszélünk, természetesen újra kell indítanunk, illetve meg kell tartanunk, és fel kell újra majd pörgetnünk itthon is a gazdaságot, és hát bőven lesz feladatunk Magyarországon, Kárpát-Medencében és a diaszporában ahhoz, hogy 2021 végén azt tudjuk mondani, hogy egy sikeres évet zártunk. Azt szeretnék, hogy a 20. vesztes évszázad után a 21. század a magyarság számára egy dicsőséges, nyertes évszázad legyen, tette hozzá Potápi.